Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Nagy örömömre vendégünk a következő műsorban Varvasovszky Tihamér, Székesfehérvár egykori polgármestere és az Állami Számvevőszék alelnöke. Sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, örülök, hogy itt lehetek. Gyönyörű apropónk van, ami miatt mi most találkoztunk és beszélgetni fogunk. Egy hatalmas nagy fordulat az életedben, de tulajdonképpen 2020-ban nem ez az első. Hiszen én úgy gondolom, hogy sok elgondolkodásra ad okot, és egy kicsit merengésre ad okot, hogyha valaki, mint te, március 15-én a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést veheti át, amihez nagyon-nagyon gratulálok. Köszönöm szépen. Mit jelentett ez számodra? Én sose azért dolgoztam, hogy kitüntessenek. Nekem az a kitüntetés, hogy elfogadnak az emberek, elfogad a város, elfogad az a kollektíva, legutóbb az Állami Számvevőszék, 500 ember, ahol dolgoztam, és természetesen kitart mellettem a család. De összességében nagyon jó érzés volt, meg is hatódtam. Nyilván az ember sose számít arra, hogy kitüntetik, és így elismerik a munkáját, de tényleg egy óriási dolog, hogy ilyen döntés született, hogy ezt a magasrangú kitüntetést megkaphattam. És a kitüntetés birtokosaként pár hónap múlva nyugdíjba is vonultál, amihez szintén csak gratulálni tudok. Ez egy másik hatalmas nagy lépés az ember életében. Igen, az ember végig gondolja, 47 évig szolgáltam, dolgoztam, és a 47 év egy fél perc alatt elment, hiszen emlékszem rá, hogy annak élén az Ikarusban, ahol kezdtem, kifogadott az akkori személyzeti osztályon, melyik területeken dolgoztam, és az legutóbbi 10 év az Állami Számvevőszéknél pedig szinte most volt 2010. június 28, amikor letettük az esküt elnök úrral a parlament előtt, miután kétharmaddal megválasztottak bennünket, és elmúlt 10 év. Tehát nagyon gyorsan megy az idő, de én azt hiszem, és hálát adok a Jóistennek, hogy mindig olyan helyeken dolgozhattam a Jóisten segítségével, ahol szerettem dolgozni, ahol többségében meg tudtam valósítani, amit szerettem volna. Beszéljünk egy kicsit erről az utolsó 10 évről, hiszen itt Székesfehérváron ebből láttunk kevesebbet, de ahhoz, hogy megértsük a munkádat, tudnunk kell azt is, hogy valójában az Állami Számvevőszéknek mi a feladata, mivel foglalkozik? A rendszerváltozásnál a 1989-ben döntött a parlament, hogy visszaállítja a számvevőszéket, hiszen a számvevőszék idén ünnepli a 150. fennállásnak 150. évfordulóját, csak sajnos ugye voltak időszakok, amikor nem működött az Állami Számvevőszék. A számvevőszék, ha leegyszerűsíteném, mindenhol ellenőrizhet, ahol közpénzt használnak fel. Tehát ha legyen egy alapítvány, legyen egyházi fenntartású intézmény, legyen az állam, a minisztériumok, az önkormányzatok, gazdasági társaságok, ahol nemzeti vagyon van, állami vagyon vagy önkormányzati vagyon, illetve ahol egy forint közpénzt felhasználnak, ott ellenőrizhet az Állami Számvevőszék. A törvény pedig külön előírja, hogy melyek azok a területek, amelyeket évente, két évente kötelező ellenőrizni. Azon kívül az Állami Számvevőszék saját maga dönti el, és határozza meg az ellenőrzési programját. Az ellenőrzés mire terjed ki? Többféle ellenőrzés van, és itt szeretném előtte megemlíteni, hogy előbb mondtam a 89 évi törvény, az azért rájöttünk arra 2010-ben, hogy amikor oda kerültünk az Állami Számvevőszékhez, hogy ez a törvény már nem felel meg az adott társadalmi gazdasági kihívásoknak. És nagyon örülünk neki, hogy 2011-ben az új alaptörvény elfogadás után első sarkalatos törvényként fogadta el a parlament az Állami Számvevőszék új törvényét. Megszűnt a következmények nélküli ellenőrzés, ami azt jelenti, hogy az ellenőrzöttnek kötelessége együttműködni, kötelessége adatot szolgáltatni, és utána, ami hiányosságot feltár az Állami Számvevőszék, arra köteles intézkedési tervet készíteni, amit mi elbírálunk, hogy megfelele annak a követelménynek,
hogyha ezt végrehajtja, akkor megszűnik a szabálytalan működése, a szabálytalan gazdálkodása, és ezt nyilván utánellenőrzés keretében tudjuk ellenőrizni. Tudjuk ellenőrizni a szabályszerűségét egy működő szervezetnek, a pénzügyi vagyongazdálkodását és természetesen a törvényes működését. A felügyelőszer nyilván az állam. Mi a független szervezet vagyunk, nekünk a főnökünk az országgyűlés, a parlament, tehát a parlament döntésével határozhat meg nekünk új feladatokat az országgyűlés, és nyilván akkor nekünk kötelességünk ezeket végrehajtani, de az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben talán egy-két olyan törvénymódosítás született, ami új feladatokat adott a számvevőszéknek. Ilyen például a Nemzeti Bank alapítványainak az ellenőrzése, amit ugye meg is tettünk már az elmúlt 2 évben. Azon kívül ugye meg van határozva, hogy ellenőrizni kell évente a zárszámadást, tehát az ország költségvetésének a végrehajtását. Ellenőrizzük a költségvetés, ugye véleményt mondunk, legutóbb mondtunk véleményt a 21 évi költségvetésről, az ország költségvetéséről. Ellenőrizzük minden évben a nemzeti vagyont, hogy a tulajdonosi joggyakorló állam hogy bánik a rábízott nemzeti vagyonnal. 2 évente periódusonként ellenőrizzük a pártokat, a pártalapítványokat, tehát ezek mind a törvényben meghatározott feladataink. Ezen kívül jelentős energiát fordítunk az önkormányzatok ellenőrzésére, az állami gazdasági társaságokra, önkormányzati gazdasági társaságokra, alapítványokra, tehát nagyon tág az a kör, ahol mi ellenőrzünk. 2009-ben Székesfehérváron kevesen lettek volna, akik el tudták volna képzelni, hogy Varvasovszky Tihamér az ÁSZ alelnöke lesz valaha. Hogy kerültél oda? Én se terveztem. Teljesen váratlanul ért a felkérés. Én a következő 4 évemet terveztem, mint polgármester, hogy lehet összerakni a csapatot, és milyen feladatok várnak ránk. Teljesen váratlanul ért a felkérés, 2 hetes gondolkodási időt kaptam. 1 hét után fájó szívvel hagytam itt az önkormányzatot. A város nem hagytam itt, hiszen itt éltem az elmúlt 10 évben is Székesfehérváron. Hagytam itt az önkormányzatot, hiszen azért 4 év alpolgármesterség, 12 év polgármesterség. Ha beszámoljuk a 3,5 évet, mint tanácselnök helyettes, tehát közel 20 évig álltam a város szolgálatában. De úgy éreztem, hogy ez a szakmai munkámnak az elismerése, és egy óriási megtiszteltetés. Tehát nem mindenkinek adatik meg, hogy olyan magas szinten tudjon dolgozni a közügyekért, a közjóért, a közpénzügyi helyzet javításáért, az önkormányzatok gazdálkodásának a stabilitásáért, az átlátható költségvetésért. Nyilván ehhez kellett a parlament 2/3-ának a döntése is, amit ugye, ahogy előbb említettem, június 28-án 2010-ben megtörtént. Tehát így kerültem az állami számvevőszékhez. Mint alelnök, mi volt a te feladatod? A törvény úgy fogalmaz, hogy minden olyan feladatot köteles vagyok végrehajtani, amit az elnök. Tehát nincs különbség a feladat meghatározásban. Egyetlen egy téma van a költségvetési tanácsban, a képviseletet az csak az ÁSZ elnöke láthatja el, a többiben ugyanolyan feladat volt, de természetesen a munka során kialakítottunk egy munkamegosztást. Többségében az önkormányzatok ellenőrzése, a önkormányzatok pénzügyi ellenőrzése, vagyongazgáltatása, a szabályszerűsége, önkormányzati GT-k, azok az én feladatom volt. A nemzeti vagyon ellenőrzése az én feladatom volt. Az országos nemzetiség önkormányzatokkal való kapcsolattartás és ellenőrzés szintén hozzánk tartozott, de ugyanakkor volt olyan év, amikor a költségvetés véleményezését én terjesztettem a parlament elé, vagy az árszámadásról én mondtam el a véleményt. Volt olyan év, amikor az ÁSZ, ugye az ÁSZ-nak évente be kell számolni a parlament előtt a munkájáról, és a parlament mond véleményt a mi munkánkról, hiszen ugye, ahogy előbb említettem, az ÁSZ-nak a főnök a parlament. Volt olyan év, hogy én terjesztettem be a beszámolót. Tehát összességében volt egy hallgatólagos munkamegosztásunk, de minden területet vittem
amikor elnök úr távol volt. Az önkormányzatok ellenőrzése nyilván nem lehetett nehéz, hiszen aki 12 évig volt polgármester, az biztosan tudja, hogy hogy kell egy önkormányzatnak működni a számok terén is természetesen. De az összes többi feladat azért újdonság lehetett akkoriban. Igen, az önkormányzatokkal kezdtük, ugye, hiszen láttuk azt, én saját magam is tapasztaltam, mint polgármester, hogy milyen okai voltak annak, hogy eladósodtak az önkormányzatok. 62 város reprezentatív mintavételezéssel megnéztük a megyéket, a megyei jogvárosokat, és ez alapján letettük a parlament elé a javaslatainkat, és azért büszkék vagyunk arra, hogy amikor az országgyűlés meghozta a döntését, hogy konszolidálja az önkormányzatokat, akkor az ÁSZ javaslataira is alapozta ezt a döntést. A többi területen nyilván sokat tanultam. Egész életemben szerettem a kihívásokat. Az első másfél-két évben volt úgy, hogy éjszaka egy óráig értekeztünk, fél kettő körül értem haza, 5 órakor keltem, fél hétkor már mentem Pestre. A rengeteg anyagot hoztam haza olvasni, de ez így volt a 10. évben is, hogy hétvégére mindig hoztam haza jelentéstervezeteket, elemzéseket, hiszen csak így lehet képbe kerülni, hiszen a törvények jelentősen változnak, a parlament aktívan működik, változik a környezet, és nekünk, hogy megalapozott véleményt tudjunk mondani egy területről, ahhoz kell ismernünk a törvényeket is. Mint közgazdász. Ugye ez tulajdonképpen olyan feladat, hiszen itt közvetlenül a számokkal kellett dolgozni, de emellett emberekkel is kellett dolgozni, ami szintén nem volt újdonság, de azért ez egy teljesen más dolog, hiszen ellenőrökről beszélünk. Igen, a törvény szerint a számvevőknek van egy függetlensége. Tehát, hogyha a számvevő valamire azt mondja, hogy ez kék, akkor én, mint alelnök nem mondhatom ezt, hogy írd inkább, hogy piros. Tehát ugye a számvevő az megállapít valami, és ez így van rendjén. Ő megnézi, hogy a törvény azt írja elő, hogy ennek a mappának kéknek kell lenni, hogy ez kéke vagy nem. És azt mondja, a törvény azt írja elő, hogy nem ezüsttel kell ráírni ezeket a betűket, hanem zölddel, akkor megállapítja, hogy itt ezüst van, és nem jó. Ugye úgy működik a rendszer, hogy van egy ellenőrzés vezető, aki felel az ellenőrzés lefolytatásáért, annak van egy felügyeleti vezetője, aki felügyeli, hogy a program szerint halad-e az ellenőrzés, és amikor elkészül egy jelentéstervezet, beterjesztik a úgynevezett minőségbiztosítási értekezlet elé, amelyet megosztottunk elnök úrral, egy részét ő vezette, másik részét én vezettem egy nap párhuzamosan, és akkor végtárgyaljuk a jelentéseket. Nyilván előtte fel kell készülni az embernek, minden jelentést el szoktam olvasni, jelentéstervezetet természetesen, ezek 20-30 oldalas jelentéstervezetek, és volt olyan értekezlet, hogy 10-12-t tárgyaltunk egy nap, hát előtte egy-két estém éjszakám ráment, és akkor ott ülnek a támogató osztályok, akik véleményt mondanak jelentéstervezetről. És ez alapján a levezető elnöknek, most ebben az esetben nekem, kell eldöntenem, hogy elfogadom-e ezt jelentéstervezetet, vagy nem. És ha úgy érzem, hogy több hiányosság van, és nem egyértelműek a megállapítás. Ugye lényeg az, hogyha mi leírunk valamit, az legyen megalapozva, és legyen egyértelmű. Hiszen így tudjuk elvárni az ellenőrzöttől, hogy értse meg, hogy milyen hiányosságot tártunk fel, és hogy intézkedés tervet tudjon csinálni. Tehát akkor, hogyha olyan volt az anyag, akkor visszaadtam, kértem, hogy dolgozzák át, és legközelebb újra visszaterjesztették. Volt a jelentéstervezet, amit 3-szor adtam vissza, de nincs sértődés, szakmai munka folyik, és 4-szerre pedig lett egy csodálatos jelentéstervezet, amit már kiismertünk küldeni. Mi történik, vagy mi következik akkor, hogyha az ÁSZ egy ellenőrzés során hibát vagy hiányosságot észlel? A törvény, ugye, ahogy előbb említettem, a 11-es törvény elég megerősítette az ÁSZ lehetőségeit, hiszen zárolhatunk. Nem akarunk élni ezzel a lehetőséggel. Tehát intézkedik, nem csak ellenőrzünk. Ugye, tehát arról van szó, hogy ellenőrzünk, ha kisebb hiányosságot tárunk fel, teszünk javaslatokat az ellenőrzőtnek, 30 napon belül az ellenőrzőtnek intézkedési tervet kell készíteni erre, azt, hogy előbb említettem, mi elbíráljuk az intézkedési tervet, és ha megállapítjuk, hogy rendben van, akkor visszaírunk, hogy elfogadtuk, ha nem, akkor visszaadjuk kijavításra.
Ha viszont már az ellenőrzés során olyan hiányosságokat látunk, hogy úgy látjuk, hogy kockára van téve a nemzeti vagyon való gazdálkodás, vagy kétséges, hogy a közpénzt arra a célra használta fel az a szervezet, amire kapta, nem átlátható, nem elszámoltatható a gazdálkodása, akkor van lehetőségünk vagyonmegóvó intézkedéseket kezdeményezni. Az ÁSZ nem hatóság, tehát nem mi vonjuk el a pénzt, mi a Magyar Államkincstárnak jelzünk, és a Magyar Államkincstár teszi meg a szükséges intézkedéseket. Természetesen, ahogy az ellenőrzött kijavítja ezeket a hibákat, és garantálja azt, hogy a jövőben megteremti a törvényes működés feltételeit, akkor visszavonjuk a vagyonmegóvó intézkedést, és megkapja a támogatást. Ugye ez a vagyonmegóvó intézkedés, ez a központi költségvetésből kapott támogatás egy részének az árolása. Arra nyilván figyelünk mindig, hogy a béreket ki tudja fizetni a szervezet, ha szociális tevékenységet folytat, a szociális segélyeket ki tudja fizetni, a többi részét zároltatjuk. Mennyire volt gyakori az elmúlt 10 évben, hogy hibát vagy hiányosságot észleltek az ellenőrzés során a számvevők? Hát rendszeresen, természetesen. Ugye, és még egy lehetőségünk van, mivel mi nem nyomozunk, mi nem vagyunk hatóság, leírjuk a tényeket, és értesítjük az illetékes hatóságot. Az ügyészséget, a kormányhivatalt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, például, vagy a Magyar Államkincstárral értesítjük, és ők megteszik a szükséges intézkedéseket ez alapján. Vagy elindítják a nyomozást, vagy kérnek be dokumentumokat, tehát ez már az illetékes hatóság dolga. Rendszeresen találunk hiányosságokat, de összességben szeretném hangsúlyozni, hogy az ÁSZ-nak nem az a célja, hogy hiányosságokat találjon, és hogy büntessen. Ugye direktben mi nem is büntetünk, hanem áttételesen. A célunk az, hogy segítsük a törvényes, szabályszerű gazdálkodást. Tehát ezért inkább a tanácsadó szerepünket szeretném kiemelni. Hiszen az ellenőrzöttnek nagyon sok segítséget nyújtunk. Pár évvel ezelőtt kidolgoztunk önteszteket. Ugye ez a kedves televíziónézőknek nem jelent sokat, de én két mondat elmondanám. Az önteszt az, hogy például egy önkormányzatnál leírtuk, hogy melyek azok a szabályzatok, amelyeknek meg kell lenni. És odaírtuk a törvény számát, hogy mi alapján, minek kell meglenni, és be kell x-elni, hogy megvan, nincs meg, és odaírtuk, amennyiben nincs, akkor milyen intézkedéseket kell tegyen. Ez például egy önkormányzatnál egy 140-160 kérdés, amit kiteszünk az ÁSZ honlapjára, és ez alapján az önkormányzat saját maga használhatja ezt. Mi nem kérjük vissza. Mi nem tudjuk, hogy ő kitöltötte, nem töltöttek ide. Nagyon sokan, azt látjuk, hogy hányan hívják le az ÁSZ honlapjáról, de az egyházi fenntartású intézményeknek is csináltunk öntesztet. Öntesztet csináltunk a pártoknak, pártalapítványoknak, az EU-s pénzek felhasználására. Tehát magyarul az a lényege, hogy mi összeírjuk azokat a jogszabályokat, aminek meg kell felelni az ellenőrzöttnek. És segítünk abba, hogyha nem felelsz meg, akkor mit kell csináljál, hogy meg tudj felelni. Tehát ezek mind olyan, ezen kívül ugye szervezünk jó gyakorlat konferenciákat, aminek az a lényege, például önkváti GT-k. Ugye lezárunk egy 100-120 önkváti GT ellenőrzését, vagy a gazdasági társaság ellenőrzését, és ez alapján meghívjuk azt az egy vagy két önkormányzatot, vagy a polgármestert, vagy a gazdasági társaság vezetőjét, ahol jó gyakorlatot láttunk, ahol szabályszerűnek láttunk mindent, olyan szabályokat is, belső utasításokat is kiadtak, amit a törvény nem ír elő, de biztosítja a szabályszerű gazdálkodást, és akkor tartunk egy konferenciát, aminek az a lényege, hogy az ÁSZ elmondja az ellenőrzés tapasztalatait, mit találtunk ezen a területen, a meghívott önkormányzati vezető vagy GT vezető elmondja náluk a gyakorlatot, és a Miskolc Egyetemmel van együttműködésünk oktatásba, vezetőképzésbe. A két éve csináljuk a vezetőképzést, szociális intézmények vezetőinek, egyházi fenntartás intézmények vezetőinek, kórház igazgatóknak, aminek az a lényeg, hogy ingyenesen tartunk vezetőképzést. Egy része kétnapos az az ÁSZ-nál van, utána online, tehát interneten lehet készülni, és utána van egy vizsga,
Tehát ezzel is mi segíteni akarjuk, tehát mi szeretnénk elébe menni és megelőzni a törvénytelenségeket. Mindez azt jelenti, hogy általában a hibák és a hiányosságok oka mögött az ismeret hiány van? Hát, ha jó szándékkal közelítjük meg, igen. Tehát én azt mondom, hogy azért vannak olyan alapvető szabálytalanságok, hogy kizárt, hogy nem tudja az ellenőrzőt, hogy neki azt nem szabad csinálni. Hát ilyenkor fordulunk hatósághoz, vagy ilyenkor élünk a vagyonmegóvó intézkedéssel. Nyilván vannak olyanok, amit úgy érezzük, hogy nem figyelt oda, nem ismeri a jogszabályt. De összességében mi olyan szabályzatokat kérünk, amit annélkül nem lehet működni. Tehát, hogyha én szabályosan szeretek működni, akkor egy SMS, ugye a szerzeti működési szabályzat. Nem működhet egy önkormányzat, vagy egy szervezet, szerzett működés szabályzat nélkül. Ugye mi is ez? Ez határozza meg, nagyon leegyszerűsítve, hogy kinek mi a feladata, és ki miért felel. Na most, hogyha ez nincs meg, akkor milyen káosz lehet egy szerzeten belül? Ugye mindenki a semmit akar, ami már baj, de nincs semminek felelőse. És itt közpénzről van szó. Otthon a saját pénztárcájában mindenki úgy gazdálkodik, ahogy a család engedi, vagy a feleség engedi. Ugye, ott is számon kérik, de itt ugye közpénz van. Tehát a közpénzt azt törvényesen kell felhasználni, és arra kell felhasználni, amire kapták a szervezetek, és nem másra. Készültem én egy olyan kérdéssel, hogy az elmúlt 10 évben a munkád során mi az, amire a legbüszkébb, vagy amit a legsikeresebbnek tartasz, de így, ahogy hallgatlak, úgy érzem, hogy az egész. Igen, ahogy mondtam is, én nagy kihívásnak tekintettem a 10 évvel ezelőtti felkérést, és nyilván szerettem volna megfelelni ennek a felkérésnek. Én úgy érzem, hogy tiszta lelkiismeretem, igyekeztem, olvastam egy görög bölcsről egy mondást, hogy te döntöd el, hogy milyen ember szeretnél lenni. Olyan ember, aki az érkezésével okoz örömet, vagy olyan ember, aki a távozásával. Én bízom benne, hogy én olyan ember vagyok, aki az érkezésével okozott örömet. Tehát én igyekeztem megfelelni a feladatoknak, igyekeztem a kollégákat partnernek tekinteni, nagyon sokat tanítottam is őket, ezt ők meg is köszönték hálásak. Tehát én azt hiszem, hogy jól döntöttem annak idején. Én a döntéseimet életemben sose bántam meg. Ugye valahol a sors, vagy valami, vagy valaki fent úgyis eldönti, és visszaigazolja, hogy helyes volt a döntése, vagy nem volt helyes. Én ebben hiszek. Most volt egy távozás, ami állami kitüntetéssel, én azt mondom, hogy abszolút egy sikeres távozás, de van egy érkezés, hiszen megérkeztél a családba. Egy egészen más szerepbe, hiszen a család eddig azt tudta, hogy támogatni kell apát, nagyapát, mert megy és dolgozik, és éjjel-nappal átélve dolgozik. Most viszont egyszer csak otthon lesz, azaz már otthon vagy, nem furcsa? Igen, tudsz magaddal mit kezdeni? Hát most még elég pörgös az élet, hiszen azért még kapok telefonokat, véleményt kérnek, ez majd nyilván le fog csengeni egy idővel, tehát most még nagyon elfoglalt vagyok, de nyilván ez változni fog. Gyakorlatilag ugye 47 év alatt én mindig igyekeztem teljeset adni, és mindig az volt a célom, hogy ahol dolgozom, ott megfeleljek. Ugye, ha így számoljuk, 4 munkahelyem volt, mind a 4 munkahelyemről emelfővel távoztam, sajnálták, hogy elmentem, de az más volt egy kicsit, mert amikor a Városházán nagyon szépen elbúcsúztattak, elköszöntek tőlem, nagyon megható volt, azért is mondtam, hogy fájó szívvel vállaltam a másik feladatot, de akkor ez volt pénteken, de tudtam, hogy hétfőn nekem új kihívásom van, új szakmai kihívás. És hamar túlléptem ezen a érzésen, és már készültem az új kihívásra. Hát most ez volt az utolsó szakmai kihívásom 10 évvel ezelőtt, de nyilván én azt hiszem, hogy hálát adhatok a jó Istennek, hogy ennyi idős korban fizikailag, szellemileg rendben vagyok. És én azt hiszem, hogy amire az ember vágyott az életében, azt elérte. Vagy talán még annál többet is, mint amire számított. Ugye van egy szerető családom, egy fiam, egy lányom, 4 szép unokám, akiket tényleg 47 év alatt
mindig úgy másodrangban voltak, én nagyon szeretem őket, de úgy mindig fontosabb volt a köz. Van nagyon sok barátom, akik hiába hívtak egy ebédre, egy baráti beszélgetésre, mindig mondta, hogy majd most nem. Hát most én próbálom ezt a hiányt a családom irányába is bepótolni, amit elmulasztottam eddig, meg a barátaim irányába is. Van elképzelés, hogy mivel fogod tölteni a nyugdíjas napokat? Érdekes, mert az állami számvőszéknél is jelezte elnök úr, hogy szeptemberben, hogyha vége a nyárnak, ő szeretné, hogyha ugye két egyetemmel van szerződésünk, előbb említette a Miskolci Egyetemet, a másik egyetem pedig a Közszolgálati Egyetem. És ott oktatni is elkezdtünk vezetőképzést, illetve számvevői képzést, hiszen ilyen képzés a magyar oktatási rendszerben, állami felsőoktatási rendszerben nincs. Említette, hogy a tankönyvek lektorálásába, illetve ebben az oktatási területbe szeretne bevonni, de én óvatos vagyok, tehát én szeretnék tényleg a családdal foglalkozni, és én szeretném elkerülni azt, és nagyon sok olyan ismerősöm van, aki úgy élte meg a nyugdíjat, hogy azt hiszi, hogy még dolgozik. És ettől kezdve ott is ott van, ahova nem hívják. És akkor is hozzászól, amikor nem kérik, hogy szóljon hozzá. Én ezt el akarom kerülni. Én nem akarom azt megélni, hiszen eddig se ilyen voltam, hogy azt mondják, hogy nézd, az öreg még mindig osztja az észt. Én ezt el akarom kerülni. Nyilván a meghívásoknak, amik érzem, hogy őszinték és szívből jönnek, próbálok majd eleget tenni, de én azt hiszem, hogy van nagyon sok fiatal, fiatalabbak nálam, akik már lehet, hogy sokkal jobban csinálják, mint ahogy én csináltam. És ezt tiszteletbe kell tartani. Meg vagy elégedve a sorsoddal most is? Meg. Én azt mondtam, hogy én egy boldog ember vagyok, hogy előmondtam, én többet elértem, mint amire fiatal koromban egyáltalán számíthattam. Én úgy érzem, hogy a Jóisten azért segítette a család életemet is, a munkámat is. Én egy elégedett ember vagyok. Nyilván szeretném hosszú ideig élvezni az aktív nyugdíjas éveket. Boldog nyugdíjas éveket kívánok, és aktívan, és nagyon jó egészséget még vagy 20-30 évig. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a műsorban Marvasovszky Tihamér volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!